Szintén a Keszthelyi rendezvény folytatásaként szeretettel köszöntöm Szecsei Miklóst, aki a tegnapi rendkívül érdekfeszítő Anunnakikról szóló előadása után ma a Kísérletek a Földbolygón című témában fog előadni. Biztos ugyanúgy szép kerek egész lesz az előadás. Én bízom benne, hogy eljut mindazokhoz, akik még nem is sejtik, hogy mi minden van körülöttünk, amiről nem tudunk. Köszönöm a meghívást. Most itt Marcaliba vagyunk, a második nap. És hogyha már említve lett a tegnapi Anunnaki, azért egy picit térjünk rá vissza, mert én tudom, hogy ez a cím, ez nagyon sokak számára adott esetben egy kicsit ugyan érdekes, kicsit ilyen rémisztő tud lenni, mert tényleg arra gondoltam, hogy olyan címet adjak annak a tegnapi anyagnak, hogy nem félni kell tőle, meg démonizálni ezt a történetet, hanem kutatni, megismerni. Én tudom, hogy nagyon sokan kutatják, nagyon sokan olvastak, sajnos nagyon sok olyan anyag van a netten, aminek köze sincs mahoz ehhez a társasághoz, hiszen amikor olvasok egy anyagot, az első pár percben rögtön kiderül, hogy ez egy már egy átvett anyag, aminek most átformázzák, egy picit megváltoztatják a keretét, de ugyanúgy azt lehet észrevenni belőle, hogy nagyon sokat nem értenek ennek a társaságnak egyáltalán, hogy a szerepéről, hogy mi volt, mi a cél velük, és egyáltalán mi a feladatuk. És én tudom, hogy nagyon sokan ezt úgy is tekintik, hogy ez az emberiség megrontó társasága, ami közel nem így van. Ami közel nem így van, hisz milliárd olyan teremtmény van, olyan társaság van még az univerzum, amiről nem tudunk semmit, és akár lehetne rossz is. Na most ahhoz, hogy valamiről nem sokat tudunk, és ezt mindjárt azonnal rossznak állítjuk be, azért, mert mit tudom, van egy-két anyag, lehet hivatkozni különböző eposzokra, lehet hivatkozni különböző írásokra, én meg azt mondom, hogy hagyatkozzál inkább a megérzésedre. És igazán a társaság valóban be is avatkozott az emberi genetikába, de azt nem írják le legtöbbször, hogy miért. Tehát egy olyan módosítást hajtottak végre, ami az akkori időben már fontos volt, hogy tovább tudjon fejlődni a faj, ne pedig hogy a negyedik gyökérfaj éppen azon a szinten maradt tagjai, akik ott megtalálhatók voltak mondjuk Afrikában, hogy tovább tudják őket fejleszteni. Ennek több célja is volt, mindenképpen ez egy engedélyezett, és ezt akár tetszik, akár nem, galaktikusan is engedélyezett beavatkozás, de nem az elpusztításra a fajnak. És ez nagyon fontos. Ha ma megnézzük, és most összevetjük a mai dolgokat az ő dolgaikkal, akkor nézzük meg, hogy ma milyen beavatkozások vannak, amit meggyőződésem, hogy galaktikusan nem engedélyezett, hanem bizonyos csoportok, bizonyos társaságok önkényesen elkezdtek saját szájuk szerint átformálni ezt a klientúrát, ezt a humanoid fajt, méghozzá úgy olyan céljaikra, amire ők szeretnék, vagy ha már megunják, akkor egyszerűen simán elpusztítani. És ennek vagyunk ma láthatóan a részesei, és ha azt mondjuk, hogy Anunnaki témában érzékenyek vagyunk, mert ők rosszak, akkor meg kéne kérdezni, hogy az emberiséget, aki éppen leuralja, vagy éppen irányítja, az milyen céllal mit tesz. Mert én úgy tudom, hogy és sokak, akik ismerik ezt a témát jobban, és itt nagyon fontosnak tartok egyetlen egy tényezőt, hogy nagyon sokan beszélnek erről a témáról. Én mindig elmondom, én nem szeretem hallgatni, hogy ki kicsoda, meg ő bizonygatja, hogy ő honnan való, milyen fajból való, de ezt a témát csak akkor fogja tudni megérteni valaki, és csak akkor fog tudni nem félelemmel beszélni, és tényszerűen beszélni erről a csoportról, ha valamilyen szinten volt ebbe a környezetbe. Tök mindegy, hogy milyen szinten. Teljesen mindegy, hogy részese volt, sőt, mi több, akkor nagyon tud róla beszélni, ha nem csak ebbe a társasággal volt kapcsolata, hanem az előzőkkel is, meg még nagyon sok nem ide való társasággal. Mert akkor teljesen másképp lehet megérteni egy ilyen szituációt. Ez nagyon bonyolult és nagyon messze vezető, ezt most nem szeretném így folytatni. Azt viszont mindenképpen visszatérnék, hogy ha már azt mondjuk, hogy
hogy beavatkoztak, akkor nézzük meg, hogy a mai világ, akit ma élnek, a mai mostani emberiség, aki jelenleg itt éli az életét, ilyen-olyan körülmények között, vajon hogy éli meg ezt a beavatkozást? Elég, ha csak kinézel az égboltra, elég, ha bemész egy élelmiszerboltba, elég, ha megiszol valamit, bármit, elég, ha kezedbe veszed azt, amit adnak. Erre nem mondjuk azt, hogy beavatkoznak, ez úgy van, hogy ezt elfogadtuk, mert ezt már beleszokunk, beleszocializottunk, most már azt mondjuk, hogy amit az embereknek a legnagyobb tévedése, hogy mindent meg lehet szokni, mindent ki lehet bírni, túl kell valahogy élni. Na most azt gondolom, hogy nem azért született le senki, hogy túléljen egy adott szituációt. Például, hogy bizonyos eléggé el nem ítélhető módon éppen a fajt szeretnék valamilyen szinten mellékvágányra tolni. És ezt azt gondolom, hogy ezt nem tartható jó szándékú beavatkozásnak, még akkor is, ha mindig úgy van hangzatosan ez megcímkézve, úgy van hirdetve, mindenfelé azt halljuk, hogy ez értünk van, meg kell érteni. Meg kell érteni, hogy melegszik a bolygó, le kell hűteni. Én azt kérdezem, hogy melyik fajnak van melege ezen a bolygón? Mert hogy az embernek nincs, az biztos. Melyik fajnak zavaró az, hogy a nap aranysárgán megy le, és nem alumínium vagy ezüstszínen, mert az embernek biztos. Melyik fajnak fontos az, hogy ne szintiszta élelmiszer legyen, amit a növény maga produkál? Mert az embernek biztos, hogy nem érdeke. Melyik fajnak érdeke? Most is az Anunnakira mutatunk? Vegyük már észre, hogy óriási átverés, és átmutogatás valami teljesen másra, hogy vegye el a figyelmet arról, ami sokkal lényegesebb. Nem az Anunnakik módosítgatják ma a levegődet, az élelmiszeredet, a vizedet, egyáltalán az életedet. Nem ők. Viszont amikor előkerül ez a társaság, ami hamarosan mindenkinek kézzelfogható lesz, abban a pillanatban, húha, ezek rosszak. Vagy ahogy mondtam, hogy néhány őrült meg, hogy ezek a sátán maga. Szóval gyerekek, ezt át kellene gondolni, hogy ki kísérletezik igazából ma az emberiséggel. Nem ők kísérleteznek. Ők megcsináltak egy kreatúrát, arról nem beszélnek, mert azt gondosan eltették. Nagyon-nagyon sok tábla, tehát akkád tábla, vagy sumér, henger, tehát ez a kupa lakú, bizonyíték lenne arra, ha kezibe adhatnák az embereknek, olyanok, akik le tudják fordítani tényszerűen, tárgyilagosan, teljesen igaz módon, tehát nem mertózítva, nem állandóan belekényszerítve a 6000 évbe ezt a történetet, hanem belemernének mondani, hogy több százezer évről beszélünk, egy több százezer éves hagyomány, sőt mi több adott esetben át tudunk lépni a több millióba is. Mert maga a faj is, már az Anunnaki faj is át tud lépni a milliók fölé, és az emberi fajnak is az elődje is millióik fölött vannak. És azoknak is lenne bizonyítékuk. Tehát azt mondani, hogy ők rosszak, azt mondani, hogy ők beavatkoztak, akkor azt kérdezem, a maiak, akkor kik? Tehát visszatér a kérdés, kinek meleg ma a bolygó? Ki nem érzi magát jól ezen a bolygón? Mert a humanoid igen, és elméletileg értünk teszik. De akkor kik teszik értünk? Nem humanoidok? Akkor az a faj, még értünk teszi azt, hogy lehűti a bolygót. Mert éppen most felmelegedés van, vagy éppen most nagyon süt a nap, éppen nagyon intenzív a napsugárzás, éppen sok a fény, éppen sok az a külső hatás, ami nem biztos, hogy mindig negatív, akkor az melyik faj, nevezzük meg. Szándékosan nem mondom ki, pedig tudom. Azért, hogy legyen akkor ez is egy találós kérdés, hogy ha az Anunnakik rosszak, és azon nem is szabad beszélni, meg fölösleges, mert azok tönkretettek mindenkit, hát ez nagyon-nagyon-nagyon nem igaz. Ez nagyon-nagyon nem igaz. És persze, ott is vannak torzulások, ott is voltak problémák, és nyilvánvaló ezeket a problémákat a következő megérkezéskor nekik kell rendezni. De azokat a problémákat, amit a távollétükben ma csinálnak az emberiséggel, azokkal kell rendezni, akik ma csinálják. És ezt nem lehet azt mondani, hogy majd ők fogják rendezni. És én úgy látom, hogy azok, akik ezt okozzák, azok igencsak megfeledkeznek erről a problémáról, hanem inkább egy újabbat halmoznak. A háborúk pontosan azért vannak kitalálva termológiai szerint is, hogy valamit el kell fedni. Nem csak arról szól, hogy a háború üzlet, mert új hadipar, a rombolásnak meg adok majd egy lehetőséget anyagilag én pénzemből építed, és ebben én jól járok, hanem arról is van, hogy bizonyos dolgokat el kell tüntetni, meg kell semmisíteni, mert bizonyíték önmagára, aki ezt eltervezte. Tehát, amikor mi azt mondjuk,
hogy kísérleteznek az emberi fajjal, akkor azt mondom, hogy ma, ha valaha ma, legjobban ma kísérleteznek. És ma igenis ezt úgy kell tekinteni, hogy egy tudatos szétválasztás is. Azért tudatos szétválasztás, mert akinek működik az a józan paraszti eszén magyar mondás szerint, magyar szóhasználata, vagy mondom idegen szó, intuitívan gondolkodik, az igenis pontosan tudja azokat az éveket, amik most mögötted vannak, hogy azok nem rólad szóltak, de nagyon-nagyon rólad szóltak, akkor, ha gondolkodtál rajta. És érezted, hogy valamit tegyél, vagy ne tegyél. Ma eljutottunk abba az állapotba, hogy minden nap el kell gondolkozni, ezt tedd vagy ne. Minden feladatot, minden olyat, amit kínálnak, ma igenis át kell magadon engedned intuitíven, vagy józan paraszti észre megforgatni, mert nem lehetsz biztos abban, hogy a felajánló az számodra mindig a tutit mondja. Nem lehetsz biztos abban, hogy a felajánló azt akarja, hogy neked jó legyen. Már pedig minden arról szól, hogy érted van. Ezért mondtam, most itt vagyunk a Balaton mellett, pár kilométerre, érdekes módon szeretjük a napsütést. Érdekes módon, akik itt élnek, szeretitek a napot, ugye? Szeretitek a vizét a Balatonnak. Mi is voltunk, csodálatos. De nem szeretem az alumínium naplementét. És nem szeretem, ha állandó opálos az ég. És nem szeretem, ha nem látni hetekig a csillagokat. Márpedig nem a csillagok homályosodnak el, hanem a szemed előtt hoznak egy olyan légkört, amivel persze meg van magyarázva, hol azt mondják, hogy sivatagi homok, hol a franc tudja mi. Én azt mondom, hogy olyan a légkör, hogy abban valószínűleg nem nekünk terem öröm. Márpedig most abból a szempontból, abból a székből kell ezt nézni, hogy jelenleg te, mint humanoid, mint ember élsz. Márpedig van benned más is, olyan genom is van benned, amelyik éppen ezt most okozza. És érdekes módon benned van az a genetika is, akik éppen most abban jeleskednek, hogy tönkretéljék a vizedet, levegődet, az életedet, és mégis benned van ez a genetikai kis apróság, és érzed, hogy ez nem jó. Milyen érdekes? Tehát mindig azt mondom, hogy nagyon szép dolog mindenre azt mondani, hogy majd a Teremtő megment minket, majd a jó Isten segít, persze, mindig segít. De először előzze már meg egy apróság, hogy teszel is érte. Ezt az apróságot mindig elfelejtjük. És mindig úgy ítélkezünk, hogy nem vagyunk birtokában egy csomó információnak. Részinformációknak, vagy csak azokat fogadjuk el, amiket már ismerünk, és azt az irányt tovább erősíti. De lehet, hogy igen rossz irányba haladsz, és lehet, hogy néha jó beépíteni egy másik hangot is, lehet, hogy néha jó elolvasni egy másik anyagot, lehet, hogy jó néha elmenni a területre, ami a legeslegjobb, ha el tud menni valaki a területre, lehet, hogy jó meghallgatni olyanokat, amit máshogy közelíti meg, mert abban a pillanatban beáll az a balansz, az az egyensúly, és akkor lehet, hogy sokkal inkább már másképp fogod látni, toleránsabb lesz egy bizonyos nézőpont, mert azt mondod, igen, tényleg ez ilyen, de mi váltotta ki? Az a beavatkozás, az megtörtént mondjuk az emberek esetén mondjuk 300 ezer éve, meg 70 ezer éve, meg 10 ezer éve, de ma a jelen életet beavatkoznak be, ezek is annak ki? Ezek is annak ki? Tehát mutogatunk egy több száz, több ezer, több millió éves irányra, közben a jelenlegit elfelejtjük. És miért felejtjük el? Mert a jelenlegit se értjük. Csak azt már megszoktuk, hogy azt meg lehet szokni a rosszat, meg lehet szokni, majd túl leszünk valahogy, majd kibírjuk ezt is. Erre mondom azt, hogy ne kibírd, hanem gondolkozz. És igenis, ha arról van szó, és ahogy az volt ma, hogy igenis az emberekkel kísérleteznek, valóban a tudatosággal kísérleteznek a legjobban. Mikor veszed észre, hogy válts most már egy szintet, mikor veszi valaki észre, hogy ne a megszokott sémákat kövesd, és ne arról beszéljünk, hogy állandóan, amiket adtak, persze jó, olyan utcákat adtak, amiben nehéz lesz majd kifarolni, elkezdték annak a különböző hitrendszerekkel, meg az izmusokkal, vallásokkal, meg különböző dogmatikus irányokkal, meg ilyen, ma hívjuk politikai irányzatoknak. És itt nem arról szól, hogy kinek mi a kedvence, arról szól, hogy a te életedben ki mit fog valószínűsíthetően pozitívan, amit te meg is tudsz élni, amit te meg is tudsz
majd úgy valósítani, hogy tovább tudod adni az utódjaidnak, vagy a barátodnak, vagy a család, az ismerősödnek, vagy az embertársaidnak, mert jelenleg ilyet ma nem tud egyik se adni. Lózungokkal full tele vagyunk, az totál jól állunk, mindenki szépet ígér, tudjátok, a választások mindig arról szólnak, aki a legtöbbet ígéri, a hiszékeny ember pedig arra ugrik a leghamarabb. A tudatos ember az nem ugrik sem erre. Az se nem pozitív, se nem negatív, hanem gondolkodik. Azért gondolkodik, mert először végig szemléli a híradóst, hírig szemléli a forrást, aki ezt mondja, és utána átgondolja azt, amit eddig élt. És egy kicsit előveszi az emlékezetét, és kicsit fölfrissíti a gondolkodását, és abban a pillanatban be tudja kapcsolni, hogy aki ígér nekem most, te ígérsz nekem valami csodát, te, aki eddig is voltál, de még nem tudtál semmi csodát mutatni, de most ígérsz nekem, és én abban az állapotban vagyok, hogy olyan jó a fülemnek ezt hallani, de elfelejtem, hogy évtizedekig hót megvezettél. Elfelejtetted azt, hogy hót telehazudtad az egész teret. Én meg elfelejtek el emlékezni. Mert jobban esik akkor rögtön annak a benyomásnak, elengedni magam, átadni magam, hogy hű, ez ami jót ígér. Igen, de nem nézed meg az ígérőt. Mindig erről szól, és akkor elmehetsz nyugodtan a vallások irányába, mindegyik azt ígéri neked, hogy fölmész a mennyekbe, melyik mennybe. És mi fog fölvinni egy vimánál, vagy egy űrhajó, vagy a Szojúz, vagy az Apolló, vagy mi fog fölvinni a mennybe? Végig képletes dolgokat beszélik. Az emberek néznek föl, hogy majd mennek föl a mennybe, meg jönnek az istenek. Azért istenek, mert onnan leszálltak, és ha már leszálltak, akkor már biztos szárnya is van, innentől már angyalok is. Nem angyalok, meg istenek, hanem magasabb tudat szinten lévő, vagy magasabb tudással rendelkező. Csak ezt az emberi elme már akkor se tudta kezelni, isteneknek adta át, ezt ő isteni tulajdonságnak. Közben pedig összekeverte az összeset a valós teremtővel, azzal a forrással, akit úgy hívhatsz, hogy a Jóisten. És itt mindenki először Jóistennek öltözik, mindenki Jóisten igéit hirdeti, csak miközben elkezd tevékenykedni, akkor rájössz arra, hogy a te életed nem változik, vagy egyre nehezebb. És innentől jön az a szép kérdés, hogy kísérleteznek az emberekkel. Igen. Most is azt mondom, és azt is kell mondjam ennyi idő távlatában, hogy ezt azért tudják megtenni, mert ez egy feladatuk. Addig kísérletezek az átadott, mondjuk most emberiséggel, humanoid fajjal, ameddig észre nem veszi, hogy ő egy kísérlet tárgya, nem pedig a valóság része. Egy olyan valóságban él, amit a Matrix adott neki, amit az illúziók világa teljes mértékig kibélelt mindennel. Látszólagos kényelemmel, de ezért vért fogsz izzadni. Látszólagos szabadsággal, de mindenhol kontrollálva vagy. Látszólagos lehetőségekkel, jól léttel, de mindenhol szabályok vannak, mindenhol törvények vannak. És ez mind a kísérlet része, mert igazából, ha megnézzük, nagyon egyszerű az emberek, mai emberek számára, főleg akkor egy kicsit jobb lehetőségei vannak, tehetősebb, vagy jobbak a körülményei, abban a pillanatban elfelejtkezik, ő is ezen a bolygón él, a Földön. Föld nevű bolygón. És ha kimegy a természetbe, akkor érdekes, akár milyen nagy arc, abban a pillanatban a természetnél ő picivé válik. Mert a természet erői így le tudják söpörni. Tök mindegy, hogy ki ő. Tök mindegy, hogy kik állnak mögötte. Tök mindegy, hogy ő minek hiszi magát. A természet úgy rendezi, akkor lerendezi. Ha eljön az a pillanat, amikor az van, hogy le kell söpörni az úgynevezett föld asztalát, akkor minden estől le fogja söpörni. Lásd egy özönvizet, lásd egy nagyobb kataklizmát, vagy amit itt nagyon sokszor lehet hallani, bár mostanában nem mernek róla beszélni, az Apophiszt, amely akár 2029-ben úgy tele találhatja a földet, hogy itt több ezer évig nem hogy az ember keresi a másikat, hanem egyáltalán élőjét fognak keresni. Az Apophiszt az valós dolog, kell egy kicsit utána menni. Erről már nem nagyon beszélnek, mert ez túl rémisztő. Pedig benne van a lehetőségben, ha azok az intézmények, amiknek a feladata az, hogy vizsgálják az univerzumot, és minden anyagi forrásra korlátlanul lehetőségük van, akkor azoknak pontosan, ha azt téged szolgálnának, és azt mondjuk, hogy nem egy kísérleti
darab vagy, aki, na majd meglátjuk, hogy mennyit adhatunk neki, mennyi az, amit át lehet adni, mennyi az, amit befogadhat, mennyi az, amit neki elmondhatunk egyáltalán. Állítom, hogy mindenkinek el kéne már mindent mondani, nem kéne itt névre szólóan, mondd el, majd megnézzük, hogy milyen szinten, majd ma megérti. Előbb-utóbb mindenki megért mindent, ha más, nem a saját bőrén. Tehát azok az intézmények, amelyek vizsgálódhatnak korlátlan pénz lehetőséggel a hátuk mögött, kint az űrbe, különböző eszközökkel, ahol szondákat elküldenek az univerzum határáig, és bizonyos időhalom csúszása olyan képet küldenek el, hogy élesebb a kép, mint amit az asztalon látsz. És neked elmondják azt, hogy ott semmi nincs, és neked elmondják, hogy innen a holdat se lehet rendesen levenni. Kérdezzem, ki kísérletezik ma az emberekkel, ha nem azok, akikről nem beszélsz. Nem az anun, akik kísérleteznek. Azon, akik megalkottak egy fajt, amit marhára ne tévesszünk össze azzal, amit ma látsz. Marhára ne tévesszünk össze. És biztos vagyok benne, ha napvilág kiderül az igazság, tehát végre napvilágra kerülnek azok a nem leletek, hanem hagyatékok, amik ide vannak téve, és nem leletként van ide téve, hanem igenis el van gondosan téve, igenis nem csak a Vatikánnak a raktáraiban, hanem a föld mélyén az alagutakban, és azoknak szerencséje olyan őrzőik vannak, hogy tudják, hogy mit őriznek, és akármikinek nem adják a birtokába. Tehát azok az őrzők egyszer meggyőződnek arról, hogy na most át lehet adni, mert képessége lesz annak a fajnak, hogy megértse, ami ott van, és akkor megfogja, ha mindenkinek megengednék, hogy a Bucsecsi holografikus kivetítést, amire meghívott embereket meghívtak mindenhonnan, akik szakértők, meg szakemberek, tehát olyanok, nem egybiteseket hívtak oda Bucsecsbe annak idején, megnézzék, hogy ott mi van, akit beengedtek először és utoljára. De mindenkit olyat beengednének, nem az egyszerű embert, aki azt se tudja, merre van, hanem azt, aki érti a dolgot, de szeretné ezt tanulmányozni, és utána közkincsé, átfordítva annak a nyelvezetére, átfordítva annak a tudatszintjére, hogy ő is meg tudja érteni, de ne félelemmel, ne kétségekkel, és főleg ne azt higgye, hogy ez valami konteó. De azokat oda kéne engedni. Ha ott semmi nincs például Bucsecsben, akkor miért rombantották be, akkor miért őrzi hadsereg, akkor miért nem lehet róla oda jutni, akkor miért van olyan nagy titok az egész körül. De elmondom nektek, nem Bucsecsben van csak ilyen, az egész Kárpát-medence, az egész Balkán hemzseg, Magyarországtól kezdve bármerre. De ha megnézzük, az egész föld, és egész Oroszország hemzseg. Most ennek az az egyetlen oka, hogy nem lehet felszínre hozni, mert ma akit lebitorolja az emberiséget, az nem érdekelt abba, hogy a valóság napvilágra kerüljön. Azért nem érdekelt, mert akkor abban a pillanatban kiderül, hogy egy álvalóságban éltettek az embereket több ezer éve. Több ezer éve álvalóságban. És ezt mai nyelven, már mindenki számára érthető nyelven úgy hívjuk, hogy Matrix. Ezt a Matrixot az emberek neki igen nagy létszáma, hála jó Istennek, már kezdi érezni, hogy ebből elég. És is azért jöttök el, és sok videókat azért hallgattok meg, mert valamit éreztek, hogy valamit akartok tudni, és kapargatjátok az asztalt, kapargatjátok a könyveket, a videókat, a műsorokat, de benned ott van a további kutakodás, hogy még. Ma már nem elég csak érdeklődni, ma már menni, tenni kell érte. Mert ez a leglényegesebb. Mert az emberekségen a kísérletezés addig tart, ameddig te azt mondod, hogy itt és nem tovább, itt és most megkezdem a saját magam kutatását. Ne hagyd nekem konzervanyagot, ne hagyd nekem semmit. Előveszel könyveket, itt egy könyv, itt a könyv, és le van írva, és veszed a fáradtságot, szánsz rá energiát, időt, meg úgy mindent, akár anyagiakat is, és elmész. És nem a könyvet akarod leigazolni, hogy ez igaz-e, hanem magad akarsz rákapcsolódni a helyszínre, ami által a könyv oda vezetett egy helyszínre. A könyvek azért kellek, nem azt kell egy könyvben nézni, hogy mit tudok kritizálni. Amikor elmondok egy könyvet például az annunaki témában, akkor néhány ostoba beírás, hogy jó, de az ilyen, meg ilyen, igen, meg hogy az. Drágaim, nem a könyvet kell most rektorálni, virágatni, föl kell emelni magunkat, és ki kell ballagni oda. Mert a fáradtságot tegyél az életedbe 10-20-30-40 évet, és akkor még nem is tettél sokat, hisz legalább 150 évig tudnál élni, ha nem azt a kísérleti alanynak szánt étrendet élnéd,
akár az élelmiszerbe, akár a levegődbe, akár a gondolkodásba, a médián keresztül. Akkor lehetne 150 nyitásként, és azt lehetne emelni a tétet. Mert ők nem csoda dolgokat tettek, csak élték azt, ami a dolguk volt. Hol éli ma az emberiség a dolgát? Hol éli? Hol csinálja? Hol teszi? Hol egyáltalán megy utána? Hol? Bizonyos dolgokra az emberek kimennek százezesével. És mi változik meg az életéből? Hazamegy, és mindnap megy onnan tovább. Másfél óráig bekapta a piros kapszulát. Másfélről lejár, ha most egy sportmeccsről beszélek, vagy bármilyen sportról, vagy bármilyen esetleg filmről, vagy bármilyen könyvről, és utána jöhet a kék kapszula, már elő van készítve. Mert másfél óráig szopogathatod a piros kapszuládat, az alatt lehetőséged volt kilépni a Matrixból legalább gondolatilag. De utána véget ért az idő, és mehet a kék kapszula, és bekaphatod. És már folytatódik minden ugyanott. Én nem azt kifogásom, valaki elmegy sporteseményre, az se baj, ha ide-oda, oda megy, ahova akar, menjen bulizni, de egyet vegyen észre, hogy minden rendezvény, minden esemény gyakorlatilag arról szól, hogy picit felejtsd el azt, amiben élsz. És egy látszott valóságot átállítunk neked valósággá. De igazából akkor is a látszott valóságon kilépsz majd a helyszínről, majd otthon megtudod. Mert másnap már az a, ha most ha sportról beszéltünk, másnap már az az esemény, amint te voltál, az már csak beszélgetés szinten van. De a te életedben mi változik meg? Ennyi. Mi változott meg? Mi változott meg, ha megnézel egy filmet, kijössz a moziból, hazamész, hazavezetsz, vagy fölkezd másnap, mi változott meg? Másnap másképp lesz melózni, másképp másképp fogsz étkezni, enni, inni? Másképp fogsz az emberekkel kapcsolatban? Nem. Tehát maradjunk abban, hogy a kísérletezés jelenleg zajlik. Csak ez ma másfajta, mint amit annak idején 300-valahány ezer évvel, ami most ennek az emberiségnek egyik fontos időpontja, ennek a mostaninak, nem a humanoidokról beszélek, ennek az ötödik gyökérfajnak. 300 000 éve adtak egy olyan lökést, hogy kaptak egy olyan beavatkozást, amikor össze tudták rakni úgy az emberi genomot, hogy benne volt az övék is, benne volt a többi fajé is, de jelentősen benne volt a humanoidé. Azért, mert a humanoid is egy önálló teremtmény által megteremtett faj. Azt nem ők hozták létre a humanoidot, azt a teremtő hozta létre. Nem a Anunnaki teremtett meg, hanem a teremtő. De vannak bizonyos lépések, amit te, mint humanoid, valószínű, igen, ha most evolúciót mondanék, én azt nem szeretem használni, mert azt már volt, aki lejáratta. Örüljünk neki, hogy elég hamar rágfény is derült. Tehát, ha csak az ember nem lenne semmi, és minden magától kezdődne, akkor képzeljétek el, hogy a humanoidnak mennyi, hány millió vagy milliárd évig kellene végigmenni mindenen, ha nem lennének bizonyos beavatkozások, akik már beleadtak olyan dolgokat, amit ők már túl vannak, megéltek, és beoltották rá az embert. Ezért nem kell megrémülni, ha azt mondja valaki, hogy benned van ilyen, meg ilyen, meg ilyen, meg ilyen. Jó, van. Köszönöm, jó vagyok. De te mit kezdesz azokkal a pluszokkal, amit adtak azok a csoportok, amiket sok esetben azt sem fogod tudni, hogy kicsoda, pedig ők léteznek, a mai napig megtalálható mindegyik a teremtésben, ott van az univerzumban mindegyik, csak hát nem akarunk tudomást venni róla, mert én csak ember vagyok. Ha csak ember lennél, én nem is tudom, hogy milyen szinten lennél. Minden, amit ma az ember használ, azt egy valamelyik civilizációnak a jóvoltából használod. Akár ez a gép, akár az a telefon, akár az a eszköz, akár az az autó, akár az a repülő, akár az a ami a kezed ügyébe kerül, akár a ruhád, azt valaki kitalálta, az nem úgy jött, ahogy mondták, az evolúcióban rájöttek, hogy a mesztelenségben jó egy ruhát venni. Mert már akkor is volt egy olyan őrület, hogy jobb az alumínium sütött nap, mint a napsugár. Hát akkor miért nem alufóliába öltöznek az emberek? Hát tudjátok?
Egyik oldalon hangosan mondják, hogy tűrhetetlen, hogy az időjárást manipulálják, tűrhetetlen, hogy lecsikozzák még a szobát is már, nem csak az eget. A másik oldalon meg mindenki köszöni, jó van, és így nézi. Hát akkor ez a fajta kísérletezés van az emberiségen, hogy meddig elégszel meg addal, hogy csikos az ég, csikos a szobád, jó a műanyag kaja, jó a műanyag cucc, jó a szlogen, ami mögött nincs semmi, jó a lufi politikus beszéd, jó a lufi ilyen vallási beszéd, minden jó neked, csak egyetlen egy nem jó neked, hogy keresd az igazat. Mert mindegyik mögött van igazság. A vallások mögött is van igazság, hát csak elmenj el a forráshoz. Múltkor is mondtam, hogy bármelyik vallásnak a, mit tudom, az ő aktuálisan fontos könyvét, ha föllapozod, semmi baj nincs vele. Csak tudjad, hogy a szereplő kicsoda. Mert hogy nem az, amit ott írnak, abban biztos lehetsz. De veszed-e a fáradtságot, hogy tovább lész az eredetihez. Tovább mész, mert akkor egy óriási utazásba kerülsz. Nem a templomba fogsz utazni, könyörgöm, nem a pártirodába fogsz utazni, magad fogod elutaztatni, ha hajlandó vagy végre megérteni, hogy keresd meg az eredetet. Kinyitnak neked egy olyan szentes spektrumot, hogy nem is tudom, hány élet kell hozzá, végigjárt. Azért vannak ezek a könyvek, hogy bizonyos utat le tudnak rövidíteni. De azt nem tudják megtenni, hogy te ne járd le az utat. Rövidíteni tudnak, hogy rákerüljél, segítenek benned, jó sok megvezető vallás van, jó sok megvezető búzunk van, jó sok megvezető politikai irányzat van, de nem mindegyik az. Nem minden politikus szélhámos és gazember, és nem minden vallás semmi való. De neked kell rájönni, hogy melyik a tiszta. Itt a kísérlet az emberiségen. Megtalálod-e azt a rendszert, azt a vonalat, amelyikben tudod, hogy jó irányba vagy. És akkor te belehetsz te vallásokba, belehetsz te politikai irányzatokba, belehetsz te izmusokba, bármibe mehetsz, ha te magad rendben vagy. Onnantól valószínű, hogy nagyon gyorsan mindenki meg fogja találni azt a helyet, és amikor ez megvan, akkor azt is fogadja el mindenki, hogy amikor megtalálta az ember ténylegesen az igazat, ezt úgy is látják magasabb szintről, mert magasabb szintről mindent látnak. Ne a jó Istent kért, hogy beavatkozzon, nem ez a dolga. Az ő dolgát már rég megtette, megteremtett, adott neked képességet, talentumot, nem éltél vele. De várj türelmesen, hogy majd megjön a lehetőség neked is. Maximum nem ebbe az életedben, majd mit tudom én melyikben. De hát ezen a bolygón is adott neked lehet tehetséget. Mindig vágyunk a tizedik meg a századik dimenzióba, amikor a harmadikban azt sem tudod, hogy mit a dolgod. Hogy akarsz a tizedikben lenni a századikban, amikor a harmadik dimenzióban, háborúban nézed meg a műsort, hogy ki kivel harcol? Ki a francot érdekel? Mindig akkor írják a plakátot, hogy kit kéne katonának küldeni, meggyőzés azok, akik ezt diktálják. Föl kéne őket öltöztetni, hátra kéne dönni, és az összeset ki kéne küldeni az első vonalba. Tudjátok, mi lenne az eredmény? Befejeződne a háború, mert az összes úszító ott maradna. Szerintetek meddig lenne üzlet a háború? Sem eddig tovább. És tudjátok, ki járna jól? Az összes ember, aki nem akar részt venni benne. Jelenleg fordítva működik. Hajlandó is venni az ember? Nem. Hanem ítélkezik, bírál, véleményt formál, miközben az, aki ezt az egészet kitalálja, köszöni, jól van. És az életed minden napjába, igenis, vizsgáztatják az embert, minden napjába. A legegyszerűbb pillanatodban, az étkezési szokásaidban. Tudod, hogy valami nem jó a szádban, annak a gyümölcsnek nem az az íze volt. Még a te rövid életedben is van emlékezet benned, hogy ettél te már őszi barackod, az őszi barack ízű volt. Ettél te már gyümölcsöt, az volt. Ettél te már paradicsomot, paradicsom ízű volt. A te rövid pár tíz éves életedben is emlékszel rá. Képzeld a több százezerbe, több millióba. Mert akkor vissza tudnád hozni az egészet. Hogy tudod, hogy ez nem az volt, akkor miért veszed? Az a hibás, aki adja, vagy az, aki veszi? Persze, hogy az a hibás, aki termeli, de még nagyobb hibás, aki ezt elveszi. Ha te bevennél úgy egy boltba, hogy csak azt veszed meg, ami az eredeti, a
akkor biztos lehetsz benne, akármekkora extra multi, és garantáltan látom az utazásainkból, hogy ugyanaz a szutyok van mindenhol az ország világon. Ugyanaz az olyan étrend, ugyanaz a dizájn, ugyanaz a történet mindenhol. Tehát nekem azért szerencsés menni, mert bárhol megyek, és ezt tudom, hogy ez nem kell nekem. Én azt az üdítőt nem fogom elvenni, én azt a csokirat nem vágyok, én azt a dolgot nem emelem le. És óriási a paletta, amit már nem kell leemelned. Értitek, hogy mennyi üzenet van benne? Kísérleteznek az emberiséggel? Azon, akik kísérleteznek? Egy nagy frász, azok kísérleteznek rajta, akik ma irányítják a bolygót, az nem az Anunnaki. Azok fogják sóseggbe rúgni 26-ba ezt a társaságot. Várd ki a végét. Legyél győztes, de addig legyél tudatosabb is. És tudjad, hogy te el tudsz oda jutni, mert el tudsz oda jutni. Hogy csak annyit veszel el a Földön, a természetből, amennyire szükséged van. Nem mindent leveszel, nem raktárházakat építesz, nem hűtőtárolókat csinálsz otthon, nem mindent bedagonyázol, és mindent leszedsz magadnak, és közben meg mit a sáska olyan lett az emberi faj, hanem annyit vesz le magának, amennyi neki kell. És akkor marad is. És mindig azt mondjuk, hogy az állatok azok primitívek, mert minden primitív, az állat, nem tudom, hogy kamrál. Van olyan állat, ami eltárol, de ő azért, mert az életmódja olyan, hogy lesz olyan időszak, amikor nem fog tudni. Tehát ő nem azért tárol el, hogy a másiknak ne jusson, hanem eljött télen, vagy olyan helyen él, olyan területen, ahol nem juthat hozzá. Tehát van benne egy genetikai program, ami tudja, hogy most tedd el, mert akkor már nem fogsz tudni semmit eltenni, viszont mire az elfogy, már újra kezdődik. Tehát egy érdekes intelligencia van ebben. Intelligens az ember is? Van itt olyan ember, aki nem tudja még, hogy ha bemész egy boltba, nem minden kéne neked? Van még olyan ember, gyerek? Hát mégis tele van a bolt. Hát mégis csak annyit kell csinálni egy szutyokra, hogy írjál rá egy számot, hogy 30% lejjebb. Vagy tedd rá gyolcsóbb. Vagy húzzál egy számot, egy kisebb, egy nagyobb számot húzzál át, és tegyél rá egy kisebbet. Már meg fogja venni. Néha akkor már elment a tulajdonsága annak, amit elveszel? Akkor már hasznossá válik? És itt úgy gázik le az emberi faj, ha már olcsóbb, akkor már nekem való. Hát ha ingyen adják, se való neked. Ekkor vizsgáztatják a fajt. Kísérleti állapotban az emberiség? Marhára. De nem az szerint, ahogy sokan hiszik, hogy Anunnakik, vagy Plejárdi, vagy Sirius a kísérlet. Nem. Az a faj kísérletezi le, az a csoport, ha még meg is van valami széleményen szerint bízva azzal, hogy igenis, le kell vizsgáltatni a fajt. Vannak csesztetve ők rendesen, elég sok gazemberséget elkövettek, és most a nyakukba tettek egy másikat. Na jó, annyi gazemberséget elkövettél évezredek alatt az emberiség ellen, akkor most megnézzük, hogy mennyi maradt a tiszta. Márpedig igazából, akár tetszik, akár nem, akármilyen szomorú a dolog, akár nem, valójában a tisztát keresi minden magasabb civilizáció, nem a hordalékát, nem az alját. És a tiszta pedig az, ami a legnehezebb körülmények között is azzá tudott válni, ami teremtetett. Benne része a humanoid, meg még sok egyéb faj genetikája. Mert a humanoidságát meg tudta őrizni úgy, hogy sok civilizáció beletette azt a pluszt, ami a humanoidban nem lehetne benn, viszont sokkal-sokkal összetette, komplexebb, egy magasabb szintű lény lett belőle. De nem a humanoid, összlény. De nem ösztönlény, hogy ösztönösen megveszem, mert már hirdetik, nem reflexekből él, hanem a gondolkodásából. És ezt az intuíciót olyan szinten, folyamatosan, pillanat, soha nem szűnik meg, amíg te egy levegőt veszel. Ameddig te itt élsz és mozogsz, ha akármilyen állapotban vagy az intuíciód, akkor is az van, hogy állj föl, kelj föl az ágyból, vegyél, fordulj meg, mert elfeküdted magad, menj levegőre, mert elment a levegőd. Na de nem teszed meg, mert én gyenge vagyok, nem teszed meg azért, mert ilyen vagyok, meg én. Az emberek teljes mértékig rá vannak állítva arra, hogy folyamatosan csak panaszkodásra álltak rá. Folyamatosan csak azt tudják elmondani, amit nekik nem jó. Folyamatosan csak magukat mindig elmarasztalják.
Ezt sokszor el szoktam mondani, és mindenki gondolja végig, hogy hova tartozik, vagy vele megtörtént ez. Valamit csinálsz, hogy én hülye vagyok, én jaj, megint ezért csináltál egy jót. Elmondtad, hogy jó voltam magadnak? Elmondtad azt, hogy ezt nagyon jó megcsináltam, de jó megoldottam, de jó kitaláltam, de jó ételt főztem, de jó megcsináltam azt, ami a kezem között, de jó dolgot gyakorlatilag teremtettem. Ezt elmondja valaki? Vagy csak azt tudja elmondani órákon, éveken keresztül, hogy milyen hülye voltam, meg izé volt, meg ezt, meg ezt, meg ezt. Meg jó kicsesztek velem, azt elmondja. De hogy ő jó dolgot csinált, azt nem mondja. Ez is a kísérlet része, hogy még véletlenül se jöjjél abba az állapotba, hogy te önmagaddal tisztában legyél az erényeiddel. Mert ma az erény nem erény, ma az erény az nem kell. Ma, tudjátok mi kell? A behunyászkodás. Behunyászkodj, húzd be füled, farkad, örülj, hogy kapsz vizet, levegőt, szennyezettet, gyúvás vizet. Örülj, hogy kapsz szennyezettétet, mert még örülsz, ha adok neked. És nem veszik el? Én úgy tudom, hogy a boltokban mind kimegy. Úgy tudom, hogy minden elfogy. És mindenki panaszkodik, hogy mennyi baja van. Egy kérdésem van. Meg tudja állítani az emberiség azt, hogy rajta kísérletezze ki jelenleg az a társaság, aminek véleményem szerint feladatában van. Be lehet téve. Jó, ki van csessze vele, mert ezáltal egy olyan dolgot vett a nyakába, ami majd el kell kiszámolni. Mert ha az emberiség úgy fog levizsgázni, hogy önmagára talál, akkor őt azért szembesítik azzal, hogy eddig te mit műveltél. Tehát megvan mindennek a válasza. Nem véletlen hagyják, hogy mérgezze a levegőjét, mérgezzék a ételét, mindenét, mert nem az ő állapota lesz jobb, hanem az emberiségnek, tehát a fajnak, amelyre irányul, várják a magára találását. És ez is több ezer éve nem sikeres. Több ezer olyan beavatkozás történt, amiben próbálták ezt a fajt fölrázni. Az utolsó az Jézus volt. Igen, gazembervilág volt az gyereke. Az igen gazember, megfűszerezve a római szörnyetek birodalommal. Igen gazember világ volt. Úgy tudom, az emberiség a római jogot nagyon bőszen használja. Úgy tudom, hogy nagyon-nagyon díjazza a cézárok meg a császárokat. Úgy tudom, hogy császárkultusz van. Úgy tudom, hogy Kapitólium az mindenhol van már. Gondolkozzatok egy picit. Az aréna ma sportaréna. Akkor emberek pusztultak el. És emberek nézték a másik ember elpusztulását. És ezért még ott tapsoltak, meg napokig ünnepeltek. És az a hitvány uralkodó Cézár vagy császár pedig magát istenítette azzal, hogy egy csomó ember meghalt az arénában, mint gladiátor. És emberek azért kellett öljenek embert, hogy ők felszabadulhassanak attól, hogy ne kelljen öljön. És ha már sok embert megöltél, akkor az lett a kitüntetésed, ha persze megfelelően elengedt a császár, mert nagy lelkű istenség volt, mert ő Isten akart lenni, istenség, és azért mindegy hitvány gazember volt, csak az emberiség volt nagyon barom. Tudsz te császárt, amelyik normál. Persze lehet mondani, hogy mindegyik isteni volt, mert mindenki Isten, a gyerekek, mindenki isteni. Az isteni Claudius, az isteni Cézár, az isteni, tudom én ki a franc. Mindenki Isten volt, vagy istenszerű szeretne lenni. Közben egy ördögfajzat volt. Egy elvetemült gazember volt mindegyik, amelyik az anyját is megerőszakolta, meg a testvérét is megölte. Ezek voltak az úgynevezett istenek, ezeket kellett imádni, ezeket építették a palotákat. És tök mindegy, hogy melyik kultúrába fogsz bemenni, bemehetsz, mert könnyű áttekinteni nekem. Mert csak 6000 évet tanulsz. 6000 évben benne van az összes szar. Amelyik meg jó, azt meg kivették a történelemből. A Szkíta Hun történelmet nem oktatják érdekes módon. Mert az nem volt Gani. Ott nem találtál benne olyan alakokat, akik istenni akartak válni. Nem, istenekkel akartak kommunikálni, Istennel, a jó Istennel. Istenné válni, akkor fogsz tudni, a jó Istennel fogsz tudni kommunikálni. De hát ezek nem a jó Istennel kommunikáltak, hanem a vagyonnal, a pénzzel. Több ezer éve az emberiséget úgy tették tönkre, hogy egy részét rohadtul megemelték, és meggazdagították, a másik részét pedig abból megnyomorították. És az, aki meggazdagod, az lett a nyomorító. És észrevette a nyomorított?
vagy isteni Claudius kiált, isteni Cézárt kiált, isteni Augustus, az isteni Néró, mit művelt az a tetőpatkány, nézzétek meg. A szobrát nem védeni kéne, össze kéne zúzni. Sőt, úgy kéne mutogatni, hogy ilyen hitvány férget termett ki az emberiség. Ilyen férgeket termett ki. És ha megnézed, büszkén nézed a római kultúrát, nem az építménnyel van a baj, hanem a mögötte lévő gondolattal. Az épület magában nem okoz kárt. Ha bemehetsz a parlamentbe, és nem a parlamenttel lesz a baj, az a baj, ha nem tudod, hogy mit látsz benne. Hogy milyen építészetet, és te egyáltalán miben léptél be. Hát ennyi erővel bármibe mehetsz. Hát nem mindegy, hogy fürdesz a Balaton vizébe, vagy dagonyázol a szennyvízbe. Mind a kettő folyadék, csak nem ugyanaz. Na körülbelül erről szól a történelem. Azért könnyű nekem erről beszélni, és azért csesztethettek engem az Anunnaki, mert meg beírhatja bárki, hogy az nem olyan, meg mit tudom én. Most olvastam valaki, azt hitt, hogy Jézus az Anunnakik miatt, nem tudok válaszolni rá, csak azt tudom üzenni mindenki, egy kicsit nyisd ki a bővítsd az ismeretedet. Kicsit többet olvassál, de inkább jobb forrásokat. Kevés egy-két forrást olvasni, meg ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, menj ki egy-két helyszínre is. És abban a pillanatban már mindjárt megdől minden. Ez a mondat, hogy Jézus Anunnakikért jött, ez egy kicsit meglepett, de nem csodálkozok rajta, mert nincs semmi ismeret. Elővesznek egy-két könyvet, amit lehet bírálni, amit lehet isteníteni, de egy dolgot kell tudni. Hogy ő tudja abba, hogy hol van az igazság. Ha tudja, akkor már jó úton van. Ha nem, akkor ne bírálja. Mert minden könyv annyit ér, amennyit megértesz belőle. A könyvek nem arról szólnak, hogy bevágd, hanem arról, hogy kinyissanak neked egy ajtót. És egy könyvvel, ha elolvasod, kinyitják neked az ajtót. Kinyitják és belépsz. Utána a könyvet viheted magaddal, mert újabb ajtót nyit majd ki neked, de az arra jó, mint egy térkép, oda vezet a következő ajtóig, de a szemlélődés nem veszi el tőled, meghagyja neked. Ezért sosem tett félre magát az utazást. Mi nem azért hirdettünk meg annyi utat, mert annyi szabad időnk van, hanem azért két dolog miatt. Az egyik, borzasztóan jó fölvenni a területtel a kapcsolatot. Kettő, hihetetlen közösség formáló, mert mindenki érzi, hogy egyé tud válni. És minden utazást, én csak azt tudom mondani, mindenki jöjjön el mindegyikre. Ha el tud jönni. Vagy legalábbis jöjjenek el, mert annál nagyobb élni nincs, és annál jobban nem fogja látni, hogy megy az idő, amikor elmegyünk egy útra. És tök mindegy, hogy hány napos, egy napos, vagy nyolc napos, olyan érzése, mint egy pár órát lettünk volna. Miért? Mert tartalmas. Miért? Mert egy hullám hosszra került a társaság. És különböző irányokból jöttek, különböző korúak, különböző az érdeklődése, és egy hullám hosszra került. Na akkor éri el az utazás. És én ezért szervezem az utazásokat, és ezért is próbálunk olyan utakat csinálni, és ezért is van az, hogy most a Kárpát-medence van nálam nagyon-nagyon-nagyon fontos célpontként, és azt mondtam, hogy nem lehet ma fontosabb cél az a magyar emberek számára, mint ennek az országnak a vezetője. Igenis, a leggyorsabban el tudja juttatni oda Kárpát-medence országainak a vezetőjét, hogy üljenek le, és közös akaratot nyilvánítsak ki, hogy egységes területté kell nyilvánítani határok nélkül, és ezt meg kell nyitni a Kárpát-medencén túli területek országainak, ma még ország. Mert igenis, ott van Bulgária, amit láttam. Fantasztikus hely, gyerek. Az emberek nagyon jók. Nincs az emberekkel baj. A terület érintetlen. Az, amit ott a szocializmus meg a kommunizmus beokádott, az megint arról szól, hogy vizsgáztatták az emberiséget. Jó voltál a betonépülettel? A mai ember, amit 90-ben építettek ilyen szörnyeket, épületet, ma minden ember úgy néz ki, hogy úristen, ez hogy derül, hogy kerül ide. De akkor elmebeteg volt az irányítás, és azt mondta, nekem az kell, hogy 100 emelet kőkemény beton legyen. Ma marha nagy feladat lenne lebontani. És ezt, hogy nem tudják lebontani, ott mocskolja be a területet. Mindennek van oka. Semmi olyan dolog nem történhet meg, amelyek nincsen oka. A szocializmusnak, a kommunizmusnak, az összes izmusnak oka van. Mindegyik egy olyan korszak, amikor már olyan hülye volt az ember, hogy már a leghitványabb ostobaságot is elviselt, és ott él bele.
De jött, látjátok, egy vége. Most is egy ilyen pillanatban vagyunk, ahol most már nem arról szól, hogy milyen izmus jön, hogy a tudatos ember, vagy a megvezetett. Ez a nagy dilemma ma. És hál' Istennek, én azt látom, hogy egyre többen kezdenek gondolkodóvá emberé válni. Olyan nincsen. Olyat én nem tudok. Az nem tudatos, akit meg lehet vezetni. Olyan nincsen. Az már én nem tartom annak. Értitek? Nagyon-nagyon fontos. A te életedet nem mások mondják meg, a te életedet te éled, mert amíg más mondja meg, ő a sajátját éli. A te életedet te fogod élni, amíg te éled a te életedet, addig el tudsz jutni mindenhova. Ha már átadod az irányítást másnak, onnantól meg ne szóljon senki, hogy miért ilyen, miért adtad át, miért tetted. Hányszor mondom el már, hogy minden magyar gyere haza a Kárpát-medencébe, illetve nem csak Magyarországra, menj haza a szülőföldedre. Mert a gyökereidet ott keresd, máshol próbál lombot ejteni, de nincsenek gyökerei. A gyökereit ott felejtette, és a lombját meg kivitte. Szerintetek? Abból látja ma a sikert, hogy mennyi vagyona van, milyen autója van, milyen körülmény, mennyi dolgozik, és mennyi a fizetése. De az élete végén ez tudjátok, mennyit fog nyomni a serpetyőbe? Semmit. Annyi, mint ez a könyv, ledobom. Körülbelül annyit fog belőle tenni. Semennyit. Annyi pillanatot fog számítani. Mert az igazi érték az, ahol leszületett, és a teremtésben nem véletlenül születik oda, ahova születik. És nem véletlenül a mai világ azt mutatja, hogy vándoroltatják az embereket szanaszét a világba. És persze mondják, hogy diaszpórában van meg, mit tudom, szétszóratásban, tök mindegy. A teremtésben nincsenek véletlenek. Jézus azért ment arra a területre, hogy azt mondja el, hogy na innen tűnjön, menjünk tovább. Nem, ő elmondta, hogy mit kéne befejezni. Az, hogy ebben nem értettek semmit, az, hogy az emberek mentek abba az irányba, amit meg tudtak érteni, ez 2000 év múlva ugyanitt vagyunk. Ugyanitt vagyunk. Emberek olyan lózungokra mennek ki több százezresével, ami mögött egy kicsit gondolkodó és látja, hogy az egész hülyeség. Az egész egy megvezetés. Tehát az, amikor azt mondjuk, hogy kísérleteznek az emberekkel, elmondom, hogy igen, de nem azonnal, akik már. Azonnal, akik nem kísérleteztek. Azokat megalkottak egy fajt, amiről nem beszélnek, mert azt a fajt nem mutogatják, az a fajról nincs tudomásod, arról a fajról néha egy henger vagy egy tábla fog említést tenni, mondogathatjuk, hogy ez az eposz, az az eposz, mindegyikből, töredékből összerakja ma az ember valamelyik eposzból, hogy mi van, akár a Gilgames, akkor mindegy melyik. Mindegy, hogy melyik eposz. Nem látod az egészet, csak töredéket. De a töredékből próbáljuk összerakni egy egészet. Működik, de mi van, ha vannak olyan elemek, amihez kéne a hiányzó. Biztos, hogy nem egy készült belőle, mert ha egy készült volna belőle, akkor baj lenne. Ha nem véletlenül szisztematikusan írtják azok, a pusztítják a területeket különböző kitalált, manipulált háborúkkal, meg konfliktus helyzetekkel, mert ha megtalálja az ember, és olyan emberek kezébe kerül, aki érti, és van benne szándék, hogy ezt átgondolva, tudatosan, és nagyon megfontoltan összegzi, és átadja a kora emberének, abban a pillanatban az emberiség egy nagyon nagyot fog lépni. Csak akkor följön az a másik oldalon az a probléma, hogy fölébred az emberiség, szembesül, hogy kit tették tönkre. És meg kell súgjam neked, a tönkretevő mai napig helyzeti előnyben van, mert sokkal több információ van, mint a tönkretettnek. Ezt a fajta kapcsolatot nem igazán szeretnék összehozni. Hogy ugyanabban az információs súlyba kerülj, mert abban a pillanatban az is meg tud jelenni, hogy neked mi a küldetésed. Ugye? Mert akkor már megvan az értelme annak, hogy te honnan jöttél. Akkor már van értelme arról beszélni, hogy te ki vagy és honnan jöttél. De annak a legfontosabb harmadik elemét sose hagyd el. Mi a feladatod? Erről beszéltem tegnap is. Hogy mi a feladatod? A feladatod nem az, amit ma csinálsz. A feladatod az, hogy a küldetésed, a származtatásod és a feladatodat összehangold, és abból gyarapítsd meg azt a környezetet, azt a közösséget, ahol élsz.
Az nem gyarapodás, hogy ott hagyod a francba. Az nem gyarapodás, hogy elmész a francba több ezer kilométerre. És én értek mindenkit, hogy olyan körülmények voltak. Azt is értem, hogy anyagi dolgok, mindent értek. Azt is értem, hogy nagyobb lehetőséget kínálnak, de meg kéne egy dolgot érteni. Vajon miért kínál nyugaton nagyobb lehetőséget egy oda menekült embernek, vagy oda tévedt embernek, vagy bárhova világon? Mitől? Azzal, hogy azzal csalom oda, és ott tartatom, hogy véletlenül se akarjon hazamenni. Értitek? Mert ha hazamegy, és ott megengedik, hogy, mert az miért nem kereshetne ugyanannyit, ha most pénzről beszélünk. Mondd el nekem, hogy mitől ér 1000 egységet nyugaton, vagy a tengeren túlon az az ember, és miért ér itt csak 500 egységet? Hát ebből látszik, hogy ez egy hamisság, mert az 500 egységet élő embert kivitték oda 1000 egységért, mert ő még az 500 egységet sem tudná megtermelni, olyan együgyű. És ha megnézitek az amerikai társadalmat, az egy szánalom társaság. Nézzétek meg, hogy mire kondicionálják őket? Hát nem a bölcsességre, úgy látom. És azt látom, hogy Nyugat-Európában is a bölcsesség arat ma. A bölcsesség az ott van, ahol a gyökérzet. Mindegyik szét van keverve mindenhol. És ma azt látod a világban, hogy akkora a keveredés, hogy a végén már nem is tudja, ki kicsoda. De én biztosan érzem és tudom is azt, hogy ennek most lesz hamarosan vége. És ne az legyen a vége, hogy menthetetlen az emberiség, és a végén még az a csoport is úgy dönt, hogy az Anunnakiról beszél, ami vissza fog térni, hogy ebben most már nem akar beleavatkozni. És akkor jön az, amit nem akarnak megérteni. Jön az Apophis. Na, az elrendezi ezt a társaságot. Az Apophis nem kőbevésett dolog. Mindent meg lehet változtatni. Olyan nincs, hogy azt nem lehet megváltoztatni. Ahogy az ide meg tud érkezni, ugyanúgy egy mozdulattal is tudja kerülni. Van még hely az univerzum, hogy hova menjen el. De ha egyszer ez az lesz, hogy ezt az emberiséget nem lehet fölrázni, ez így ragaszkodik a vagyonhoz, így ragaszkodik a materiális dolgokhoz, így ragaszkodik a dogmákhoz, így ragaszkodik a butasághoz, így ragaszkodik a gyűlölethez, így ragaszkodik a háborúhoz, így ragaszkodik a mérgezett ételhez, italhoz, levegőhöz, és így ragaszkodik ahhoz, akik azt csinálják, akkor Apophis fogja elrendezni. De akkor azt kell mondani, hogy szia van, gyerek. Akkor szia van. Akkor a fűtől, a madárig, az emberig, ott mindenkinek szia van. Akkor mindenkinek szia van. Mert az egy nagyon-nagyon komoly rendezés. És ma azt beütött, hogy Apophis, írnak róla. Írnak, üssétek be, mindenki van, üss be, hogy Apophis. Úgy emlékszem, hogy én úgy érzem, hogy 2029-re már datálják, hogy mindig mondanak valamit, hogy egy meteorit el fog szállni, egy óriási objektum, a NASA nevű csodatevő társaság, aki mindent lát, de semmiről nem akar beszélni, az mindig mondja, hogy jön egy objektum, és most kísérletezünk, hogy tudjuk arrébb tenni. Nem tudod arrébb tenni egy ilyen jellegű objektumot, nem innen fognak arrébb tenni, az sokkal magasabb civilizáció így arrébb teszi. Ezt a Földet már annyiszó televághatta volna valami, nem az, hogy évezredenként talán beesik egy. Nem. Mindennek van egy elrendeltetési ideje. Most az ötödik gyökérfajnak, ha tetszik, ha nem, vagy magára talál, mert nem lehet vele mit kezdeni. Olyan tudatszintűt, mint az emberiség, amilyen állapotban van a jelentős része a 8,5 milliárdból, azt mondjátok meg nekem, melyik bolygóra lehet vinni. Mert azzal kicseszünk. De az se lehet, hogy ezt a bolygót állandóan egy ilyen parazita életmódra hagyjuk berendezkedni. De nem ő az ember tette azzá, és itt felejtik el, amikor itt nagyon sokszor ezt beszélik, nem az ember magától lett ilyen, ezt fölkészítették ilyenni. Ezt nagyon szisztematikusan, nagyon-nagyon megtervezetten, több ezer évre előre, hanem 10 000 évre megtervezve, de azt mondom, az utolsó 4 000 év az úgy betette az emberiségnek, hogy kell. Az utolsó atomháború óta. Tehát most is azt mondom, nem az a kérdés, hogy te annak, mikor én mondok egyet, hogy most neked tetszik, vagy nem tetszik, nem erről szól, hogy mi tetszik, meg mi nem tetszik, hanem arról szól, hogy minden mögött van egy összefüggés. Ők úgy, ahogy meg fognak érkezni, ha kell, le kell söpörni ezt a pályát, és egy újabb beavatkozást fognak a maradványal csinálni majd, maximum 3600 év múlva kerül sorra, amikor megint visszatérnek. Ennyi.
Ennyi. Nincs több benne. Értsetek meg, nincs több benne. Nem kell ebben többet látni. Ez nem misztikus dolog. Nem kell ebben többet látni. Azt kell megérteni, hogy egyetlen egy dologra várnak ma a kozmikus társak, az ember magára találására. De erre borzasztóan vágyik. Csak ezt mikor fogja megtenni az emberiség? Mikor akarja végre megérteni azt, hogy nem az a dolga, hogy csak fogyasszon, nem az a dolga, hogy háborúzzon, nem az a dolga, hogy kiszolgáltatott legyen, nem az a dolga, hogy állandóan bírálja másikat, hanem az a dolga, hogy önmagát fejlessze. És akkor elért arra a szintre, és nem istenné akarjon válni, hanem egy tudatos emberré. Nem mindjárt akar fölmenni, amikor kettő között nincs semmi. Mindig ezért szoktam mosolyogni, amikor a 3D-ből ugrálnak az 5D-be. Mi 3D-ben jó vagy? Hát ott is borzasztó nagy a hiba. Az 5D-ben mit akarsz kezdeni? Hát ezzel a testtel kéne, ezzel a környezettel kéne meg. Ha ebben jó vagy, a többiben nem vagy nagy király, hogy jó legyél. De elmondom, ha ebben nem vagy jó, a többiben se leszel jó, mert valószínűleg azért vagy itt, hogy ebbe kell bebizonyítanod, hogy oda tudjál menni. Nem fordítva működik, onnan jó, és a minél lejjebb vagyunk. Én azt mondom, hogy a 3D nem lejjebb van, hanem más. Ennek is megvan a szépsége, mert nem igaz, hogy kimész a természetbe, fizikásra fogható. Lehet mondani, hogy minden illúzió. Persze, hát minden. Hát az is illúzió, hogy te egy köhögsz. Hát minden. Minden illúzió. És ez is hülyeség. Nem így kell fogni. Azt kell felfogni, hogy te létező egy olyan lélek vagy, amelyeknek van feladata. És nem az a feladata, hogy kiszolgáló legyen, nem az a feladata, hogy kullogó legyen, nem az a feladata, hogy félelembe élő legyen, az a feladatod, hogy teljesíts be önmagad. Önmagaddal, amit vállaltál. Vállaltál, hogy hasznos tagja leszel ennek a Földnek, bolygó társadalmának. Nem egy országról beszéltem, ugye? Az emberi fajnak, amelynek még több alkotó része van, amit idegen civilizációknak hívunk. De mit tanítanak, hogy ufók nincsenek, idegenek nincsenek, földőkek nincsenek? Hát csak a te 50%-od az. Akkor azok kik? Te se a földre alkotott lény vagy. Hoztak. Máshol is van humanoid. Akkor az milyen lény? Az adott bolygónak a humanoidja. Akkor azt mondjuk, hogy csak a földé. Ez mutatja, hogy rendkívül módon hiányzik az az adattár, az a tudás, amit én soha nem fogom azt mondani, hogy leletekből fogod összeszedni. Nem, a lelet az van, hogy ameddig el van rejtve, addig a lelet is nagyon segít. Ha te elvész és botorkálsz egy és találsz egy leletet, érdekes módon azt azonnal le kell adjad. Ha te kertedbe találsz egy leletet, azt le kell adjad. Miért? Miért, amikor te leadod? Oké, beteszik a múzeum raktárába. Sok esetben a múzeum raktárában szerintem több van, mint a minden kiállításon. És nem kell messze menni, csak az egyiptomi múzeumban, Kairóban. Több van ott lent, mint fönn. De én sem mindegy, nem számít, mert addig jó, még ha raktárban is van, de megvan. Csak kérdezem tőletek, hogy mit ér ma az az ember, hogy ott látja, amikor nem tudja mihez kapcsolni. Amikor keveri az entitásokat, amikor itt csak itt a mi könnyező bál, Istent azt itt olyan szörnyeteknek hívják, az maga a elvetedőt leggonoszabb lény. Hát azért, mert bizonyos vallási csoportoknak az. Nem baj. De ha ő tudná, hogy őt kihozta létre, meg őt, akkor lepődne meg, hogy nem is bál az, hanem egy sokkal másabb. Na, de arról viszont neki nincs tudomása, arról neki nem fognak semmit adni, arról be nem avatják be, mert ez mind beavatás. Mert ha beavatni, akkor fognak, ha megbíznak benned. Vagy ha neked ott van már a te szándékod. Ha megvan a szándékod, megvan a képességed, megvan hozzá már az a fajta hozzáállásod, akkor abban a pillanatban eljuthatunk oda mindannyian, hogy akkor elkezdenek mondani olyan dolgokat, amit csak akkor lehet elmondani, ha van hozzá táptalaj. A betonra hiába öntesz termőtalaj, ha nincsen, hiába öntesz magot, nem lesz attól növény. Hiába öntöd ki a legnemesebb búzát, a legősibbet önts ki az aszfaltra. Mi lesz belőle? De önts ki a földre. Ma meg mi van? Mit öntesz ki a földre? Ami az aszfalton se kell neki. Nézzétek meg a növényeket, nézzétek meg mindenhol, nézzétek meg mindent. És azért mondtam, hogy a mostani tényleg az volt, hogy az legyen a kérdés, hogy kísérleteznek az emberiséggel. Hú, hogy a fenében nem?
Rohadtul. De ne úgy tekints, hogy csak szidásba, hanem úgy tekints, hogy fejlődésbe. Ne vedd meg azt, amiről már tudod, hogy nem kell. Győződj meg, kicsit tartsál szünetet, amikor mohon veszünk a kosárba. Felületesen olvassak az emberek. A képet nézik meg, olyan, mint a reklám. Egy pillanatra bedob meg egy képet, azt megjegyzi az agy. Azért, mert már többre nem kapacitálja magát. Nem azért van ekkora feje valakinek, mert nem lehetett kisebbet csinálni, hanem azért, hogy abban legyen tárhely is. Hát ma erre szoktam mondani, hogy egy bittesnek kár ekkora fej. Hát minek? Egy bittesnek talán egy borsó is elég lenne, vagy még annyi sem. És ma ezen elgondolkodhatunk. És amíg elmegy vásárolni, akkor ne csak a megszokások, mert igen, értem, hogy ő megveszi, mert gyerekkorában is szerette, csak kérdezem tőletek, hogy 5-10 éve olyan volt, mint 15-20 éve, 25-30 éve, 40-50 éve? Már csak a neve az, de ami benne van, a köszönő viszontban sincs vele. Mitől lett szintetikus a világ? Mert az ember is sematikusan gondolkozik, megszokásokból. Most már jó a műanyag. Most már ízek kellenek, ma már ízfokozók kellenek. Ma már nem kell a természet, ma már elég az illúzió. Az ízfokozó az az illúzió. Az az illúziót, hogy eszel egy epret. Közben az még epret se látod. Az az illúziót, hogy eszel egy gyümölcs joghurtot. Közben még nem is volt gyümölcs se. De már tudod, mert mindenki olvasott róla, mégis veszi. És én nem az ellen vagyok, hogy ne egyen valaki gyümölcs joghurtot. Azt próbálom mondani, hogy akarjon gyümölcs joghurtot tenni, akarjon valódi gyümölcsöt tenni, valódi zöldséget tenni, valódi ételt tenni, de igenis, mondja azt, hogy itt és most befejeztem a műanyag etetést. Higgyétek el, az, aki ezt gyártja, az nem maga ellensége. Ott hagyod a polcon. Előbb-utóbb. És nem fogsz átmenni a bio oldalra, meg ilyen meg vegán oldalra, nem mész tovább. Akkor fogod azt mondani, hogy megkeresed a legjobb megoldást. A legkevesebbet, ami egy marokba el fog férni, de az garantáltan te ellátásodat biztosítja. Van ilyen ma. Mindenki számára elérhető, a szándék az érdekes, hogy van-e benne akarat és szándék. Mert ha ez megvan, a többi a mese. Én nem szerettem volna ebbe senkit elrémiszteni, és a tegnap is csak arról szólt, hogy ha valamit nem ismerünk, abból nem kell félelmet csinálni, meg azt démonizálni, meg sátánozni, meg mindenféle őrültséget mondani, mert hiányzik hozzá rendkívül sok anyag. És azzal a pár anyaggal, pár könyvvel azok az emberek, akik igazából nem szeretnek maguk is utána menni és elmenni egy helyszínre, sokkal arrébb nem kerülnek. Maximum azt tudja megnyitni benne, hogy lesz benne egy érdeklődés. De ha nem megy el, az érdeklődés elillan, mert már ezt olvastam, ezt már láttam, ezt már kóstoltam, ezt már ízleltem. Tovább akar lépni, mert az embert fölkondicionálták a gyors fogyasztóvá. Fogyaszt, gyorsan, ne foglalkozz, ne készítsd az ételt, ott a konzerv, ott a műanyag. Ne csinálj semmit, ne menj ki egy kis őstermelőhöz, vagy ne vedd meg az öreg nénitől, az öreg bácsitól a portékát, aki ott hajlódozik évtizedek óta, és biztos, hogy nincs arra pénze, hogy méreg drága műanyagot vegyen, amivel teleszóljönnek, az is az legyen. Hanem attól nem veszem, mert neked idő, pénz, nem mész oda. Hanem a műanyag, az instant kávé, minden instant, az életed is instant lett. Az egész gondolkodás egy instant lett. Van kísérletezés az emberi fajjal? Szerintetek? Hogy a fenében ne lenne? Jó az instant? Egyétek, így gyártok. Én meg gazdagszok, mert én gyártom. Ha egyszer azt mondod, hogy kiköpöd az instantot, akkor az én gazdaságomat fogod megfogni. És elkezdek gondolkodni, hogy oké, átcsomagolom. Azt is kiköpöd, mert már van benned ízérzék, már hallgatsz a sugallat, ott vagy benne, hogy érzed az ízeket, megérzed a levegődnek a szagát, megérzed az ételnek az ízét, mindennek meg fogod érezni. És az instant kimegy a gondolkodásodból. Onnantól az, aki azt gyártja, be kell fejezze. Aztán lehet, hogy csodagyára van, mindenhol a világban ugyanazt tolja. Én tudom, hogy sokszor az az érzés, hogy egy ilyet megváltani, az egy reménytelenség, de az egész emberiség egy reménytelen helyzetbe is tudnak kerülni, ha ez nem változik meg. Mert instant éltetik.
És ez is úgy működik ma, hogy az instant éltető majd hoz egy csapot és elzárja. Mert ő neki most meleg van. De nekem nincs. De neki meleg van. Megkérdezett tőle, hogy miért alumínium színű a plemente? Megkérdezett, hogy miért csíkos az eged otthon? Megkérdezheted tőle? Föltesz egyet le is, hát ez hülye vagy, konteós vagy. Mert az egész életedet úgy rendezték, hogy neked az instant az a tökéletes. És a tökéletes azt nem is ismerheted. Mert a tökéletes csak a tradíciók ismerik. Ma már minek szakácskönyv? Azt nem tudod megfőzni a régi szakácskönyvből, mert a vegyi anyagok nem úgy reagálnak, mint ami le van írva. Ma két vegyi anyag olyan ellenhatást fog kifejteni, hogy abból az ételből egy negyedik étel lesz, csak azt nem emlékszel semmire. És kidobod. Érted? Amikor neked le kellett fagyasztani egy ételt, amikor neked le kell fagyasztani valamit, akkor túl kell azon lépni, hogy azért fagyasztják le, mert tárolni kell. Amikor neked mindent földíszítenek, hogy ilyen legyen, meg olyan legyen, meg amolyan legyen, akkor azt kell megérteni, hogy kell-e neked ez az illúzió. Az egész világ az illúziók, a becsapások művilágából szenved. Az egész emberiség. Az egész emberiségnek egyetlen egy feladata van. Nem gyűlölködni kell, nem háborúzni kell. Nem azt kell mondani, hogy ki kicsoda. Önmagára találni, és önmagára úgy tud találni, hogy meg tudja már ítélni azt, hogy mi az, ami ízlik, eredeti, és mi az, ami műanyag, csak azzá szeretnék neki avatni. És amikor ezt te visszahelyezed egy polcra, nem érdekelnek az úszító reklámok, nem érdekelnek az úszító kampányok, nem érdekelnek az úszító emberek, mert a legnagyobb kiabáló ember, aki ott úszít téged több tízezer vagy százezer előtt, az hazamegy és röhög rajtad. Az röhög rajtad. Mert az igazán, aki jóat akar, az nem tömeget akar maga előtt látni, hanem a cselekedeteivel egy tömeg fog mögé kerülni, úgy, hogy nem is kéri. A többi kéri legyen előtt egy tömeg, mert a tömegbe visszalátja azt, a várhatóan önmagát szeretné meglátni. Ha te jót teszel, ha te le fogod tisztítani, például Magyarországon, ma itteni viszonyok között megvalósul a Kárpát-medence szövetsége, és az összes Kárpát-medence ország azt fogja mondani, hogy gyerekek, elég volt ebből a határosdiból, hisz látom, mindegy szörnyeteg a határ, gyerekek. Hát most jöttem át rajta, egy nevetséges, drága területeket elzárjunk abnormális dolgok miatt. És itt lehet mondani, mert jönnek, vándorolnak népcsoportok. Hát azt is haza kell szépen menni. Gyökér nélkül nincsen lomb. A gyökér otthon van, a lombot meg kivitték. De az ott el fog hervadni, el fog pusztulni, mert annak is az a dolga, mikor elhervad, pusztulj el. De a gyökér akkor is ott marad. Csak kérdés, tud-e azon valami sarjadni, ha már nincs senki? Vagy van-e értelme? Mert az univerzumban, a teremtésben rend van, intelligencia van. És ha a teremtmény nem akarja megérteni, hogy a rendnek mi a rendben mi az ő dolga és helye, akkor abban a pillanatban bekövetkezik az, ami akkor megszűnik. Sok faj megszűnt már, sok faj eltűnt már, és nem csak növény meg állat, egyéb faj is. Mert nem töltötte be azt a szerepét, ami a teremtésben neki a feladata volt. És nagyon-nagyon ott van ma az emberiség, hogy pengén van, penge. Nagyon-nagyon penge határon van. Én tudom, hogy nagyon nehéz ma a világban olyan vezetőnek lenni, aki érti, hogy mit üzen a világ, mit üzen ma az idő, az nagyon nehéz. Én megmondom őszintén, én pontosan át tudom érezni azt, amikor ha ott lennék egy olyan vezető egy országnak, akár ennek is, hogy milyen nehéz. Mert biztos vagyok benne, hogy egy kés éle az egy stráda, amennyi a mozgástér. Mert az idiotizmus globálisan borzalmas nagy. A józanész pedig egy kés élen is elfér. Hát ez az a viszonylat, amivel viszont az emberiség meg tudja kérdezni. Kísérleteznek vele? Hát hogy a fenében nem? Szerintetek nem kísérleteznek vele? És a kés élén lévő mozgástérből kell, mert ez a dolgod, és akkor vissza tudunk térni a magnépe feladatához, mert az a dolga,
hogy a legkisebb lehetőségen is ő neki be kell vállalni a feladatát. Ha tetszik, ha nem. És a magyar népnek, a magyarságnak ez egy rendkívül nagy feladat. Viszont nagyon-nagyon szép és fontos feladat. És én azért tartom azt, hogy a magyar népnek, a magyarságnak kell legyen bölcselete ahhoz, hogy fejezze be a gyűlölködést, a szembenállást, mert ezt mind rendeztetik vele, ezt mind kívülről rendelik meg. Mert ameddig a mag nem talál magára, addig nincs esély arra, hogy magára találjon a faj. Mert a magyarság őrzi azt az emlékezetet, azt nyugodtan mondhatod Siriusinak, Leárdinak, bárminek, amivel magára tud találni. És neki nem kell akkor semmi. Csak önmagára találni. Mutassatok, hány nap van még ilyen lehetősége. Nem soknak. Nem soknak. Nem kellene. Benne van a nyelvébe. Oké, hogy nem az a nyelve, mert oké, hogy nem az az írása van. Oké, régi Sirius írás. Elfogadok. Mindent elfogadok. Mindent elfogadok. De a lelkedben benne van. Ott van benne a feladatod. Ezért születtél le. Hogy teheted meg, hogy elhagyod a területedet? Akár pénzért, akár vagyonért, akár karrierért, akár csak azért, mert most világjáró vagyok. Ne világjáró legyél, gondolkodó legyél, mert már nem lesz idő sokáig világot járni. Én nem vagyok jós, én nem rakok ki kártyákat, én nem semmit, én egy teljesen másképp gondolkodó vagyok. Én nem, azt hiszem, láthatjátok, én nem tervezem meg, hogy miről beszélgessünk. Én azt mondom el, amit nekem akkor érzem, hogy el kell mondani. Azt tudom elmondani, hogy az emberiség valóban be kell fejezni ezt az utat, hogy ő egy kísérleti teleppé váljon. Valóban be kell fejezni azt, hogy ő majd megoldják helyette. És hogyha nagyon nem tud betelni azzal a könyv, akkor majd az Isten megoldja, a Jóisten megoldja. Hát a Jóisten benned van. Hát miért akarod áttenni másra? Hát benned van. Miért hiszel háborúba? Miért hiszel gyűlöletbe? Egy magyar a magyart miért kezdi ki? Be kéne fejezni a kommentekbe az egymás bírálását. Ez az első feladat. Oké, hogy ökörség az? Vegyél erőt magadon, hogy nem írsz rá egy másik ökörség. Mert amit a bírálsz, akkor te vagy a másik ökör. És azt hiszed, hogy te nem vagy az. Te hat ökörré válsz ott már. Mert az is fog meg, az is be, és a gyűlölet, tudjátok ki rendeli el? Az, aki az egészet intézi. Mert amíg két magyar is így van, és amíg az országon is így vannak az emberek, addig ő biztos lehet abban, hogy a Matrix kiválóan fog működni, ami az ő javát szolgálja. De soha nem lesz köze annak az emberi fajhoz, mert nem az emberi fajért teremtették a Matrixot, hanem annak van egy bizonyos elrendeltetés, és több ezer éve van rajtunk, méghozzá nagyon durván. Ugye azért szerettem volna elmondani, mert és mondt, jó is volt ilyen szempontból, hogy ez másnap van, de tudtam reflektálni így a tegnapi videóra is. Itt szó nincs arról, hogy az annak ez. Itt arról szól, volt egy feladatuk, meg kell csinálják, és mindig időnként meg kell csinálják. Nem minden 3600 évben, ha már ennyire akarjuk a számok világába tenni, kell megcsinálni. De vannak bizonyos időszakok, amikor kifut a adott esetben egy terminus, mondjuk egy 25620 év. És akkor se változik ez a faj. Gondoljátok, ez a faj hány 25600 évet fújt ki? Hát csak 300 ezer éve tették be mondjuk azt a teremtményt, amiket teljes mértékig fölturboztak minden képességgel. Ez az Ádám. Tudunk róla valami? Érdekli a mai embert? Érdekli? A legnagyobb tudást belerakták. És akkor azt mondjuk azokra, hogy azok leigáztak minket. Azért, mert meg kellett csinálni maguknak is egy olyan kreatúrát, egy olyan csoportot, egy egyedet, aki nem a kósza ott szédelgő, az akkori terepen szédelő, kódorgó emberek voltak, akik megmaradtak a negyedik gyökérfajból, a kataklizmából, hanem akkor összeszedték és adtak neki egyet, egy feladatot. De nem elpusztították. Ha te elmennél egy másik bolygóra, ez az ember, aki ezt mondja, ő elmenne egy valamelyik másik galaxisra, és ott lenne egy olyan, ahol ott van, és elvégezze olyan feladatot, ami egyértelműen utal rá, hogy nem bírja,
akkor nem az lenne az első az, hogy elkezdi keresni azt, hogy hogy építsen föl egy olyan lehetőséget, hogy aki ott bírja, abból hozzanak ki egy olyan kreatúrát. És itt volt egy humanoid a negyedik gyökérfajból, amit megcsinálták. Homo erectus. Megcsinálták. És most azt mondjuk, hogy azok gazemberek voltak. Megcsinálták. Te is megcsinálnád, ha elmennél egy másikra. Mert muszáj megcsinálni, mert nem bírod, vagy ott hagyod, vagy továbbmész, ha nem bírod. De megcsinálta a feladatát is, hogy a humanoidot egy olyan egyedi fejlesztette, amiben az ő saját tudását, és akkor mondták, hogy a képmását, és a képmása nem az, hogy úgy nézett ki, mint ő, hanem a képmásában azok a tulajdonságok is megjelentek, képességek megjelentek. Hol van ma az embereknél telepátikus képesség? Hol van ma az embereknél csak az, hogy ezt mondja, meg azt mondja? Hol van? Hol van? Nem is hisz semmibe. Istenben is úgy hisz, hogy éppen melyik helyszínen van. De igazából kijön, ugyanúgy háborúzni megy, és megöli az embertársát. A valódi jó Isten nem ölet meg senkit. Aki meg megölet, mint Isten, az meg kérdez meg, hogy az a valódi-e. Vagy egy megvezetett vagy. Ott nem mersz megszólalni. De ha a szomszédodba megjúgik a másiknak, akkor már megkezded bírálni. Érzed, hogy mekkora szemfényvesztés ez? Ha ott tudod mondani, hogy az nem helyes, ott nem veszed észre, hogy mit diktálnak. Az összes vallásháború egy óriási megvezetés. És köszönik, jól vannak azok, akik ezt intézik. És nagyon-nagyon jó volt az, aki az összes vallást alapította, mert az egyedítás volt. Akkor is azt mondtam, most is azt mondom, Enlil. Jól értsd a nevét. Enlil. Lehet mondani, hogy nincs igaz. Neki is volt egy feladata, hogy lesz-e még több, én szerintem nem. Nem adnak több labdát egy ilyenre, nem adnak több kártyát rá. De viszont el kell tudni az emberiségnek oda, hogy önmaga is jusson már el oda, hogy nem akar ember részt venni, és nem akar játszótárs lenni. El tud jutni az emberiség? Van már hozzá megfelelő tapasztalata, hogy minden háborúból szarul jött ki? Örülsz, amikor a hozzátartozód ott marad? Örülsz, amikor a fél ország leürül? Örülsz, amikor a városod egy rommá válik? Örülsz, amikor az otthonodból elmenekülsz? Azért, mert félőrültek irányítják? Nem. Irányítják ma a civilizációt? Hogy a fenében? Hogy a fenében? Akkor is azt mondom, most, itt és most neked kell meghozni a döntést. Az első döntés a te életed. Az életednek a minősége. Az életed minőségét ott tudod meghozni, hogy elfogadod azt, hogy most már csak olyat fogyasztasz el, ami a javadra szolgál. Nem mennyiséget veszel, hanem minőséget akarsz. És igenis, eljutottunk oda, hogy ahhoz is menned kell. Milyen érdekes, hogy most már azon is föl kell kelned, el kell menned, hogy megtaláld a biztonságos élelmiszeredet, italodat. Miért hiszel ma is a forrásokba? Beléd van kódolva, hogy a forrás tiszta. Miért nem hiszem a palackos vízbe? Mert már kaptál róla bizonságot, hogy... De mivel vezettek oda, hogy ne menj ki a forráshoz? Mert jó a műanyagban, ott van készen, nem kell menned se. Az, hogy mit kapsz benne, azt nem mondják el. De akkor is azt mondom, hogy a te döntésed. Mert amíg elég tesznek valamit, és te ezzel elmész és megveszed, onnantól az egészet úgy kell tekinteni, egy olyan üzlet, nem csak pénzügyileg, egy alkut kötöttél saját magad ellen. Azért, mert a kényelmed, meg a hiszékenységed, meg a tudatlanságod beáldoztad a saját életedre. Lehet, hogy betegebb lettél egy picit, lehet, hogy kilátástalanabb leszel egy kicsit, lehet, hogy kicsit érdekesebb fogsz kinézni nem sokára. Tehát először a saját életedet kell rendbe tenni, hogy ne legyél kísérleti terep. Mert ha kísérleti telep vagy, akkor ez van. Csak van egy rossz üzenet, hogy nem sokáig van lehetőség annak lenni. 2026, ez egy olyan vízválasztó lesz itt mindenkinek, hogy nem igaz. Ha pedig egy döntés születik, hogy menthetetlen, akkor van az apofisz is. Amire van sokan azt fogják mondani, hogy az kitaláció, kérlek üsd be a Google-be. Majd rájössz. Apofisz. Az egyiptomi kultúra említette, ő sem volt pozitív arc. Ott sem úgy tekintettek rá, hogy alig várták, hogy jöjjön. Ott is a aratás, a lepusztítás. Körülbelül hasonlót fogsz látni. Csak hát ez most kintről érkezik. Hangsúlyozottan nincs kőbevésve, ahhoz, hogy ezt
bizonyos civilizációk azt mondják, hogy eltérítik, már pedig kétséget lejjel, mert tudják, ahhoz olyan állapotba kerüljön a Föld felszínnek, nem az alsónak, a felszínnek a gondolkodása, az emberiségnek a tudata, hogy azt kell mondjani, hogy ezt a fajt meg kell menteni. És kitérítik. És akkor a NASA nevű produkció azt látja, hogy mekkora objektum elsül a mellettük 200 fényévre. Pedig ez úgy nézett, köteli vág minket 2029-ben. Tudod, mekkora dolog akkor az? De akkor nem az lesz a nagyobb dolog, hogy eltérítették, hanem az a nagyobb dolog, amiért eltérítették. Mert már te vagy az ok, amiért már érdemes volt eltéríteni. Hát én rajtam volt az apufiszt, úgy lehetne televágni a Földet, meg nem kellene az atomokat számolgatni. De nem ez a cél. Tovább is azt mondom, az a cél, hogy ébredjen tudatára a faj. A fajnak van egy kötelessége, az, hogy hozza a gyökerein keresztül magát, tökéletesítse olyan állapotba. Mert neki át kéne adni a hatodiknak ezt a bolygót. A hatodiknak. Vannak azok a monolitok, amiket most lehet megint látni, hogy megjelentek éppen ezek az ilyen nem tudni milyen anyagból. Amerikában, Romániában is volt, összem Írországban is volt. Érdekes módon az egy üzenet, de az nem ennek a fajnak van. Tehát azok az egyedek már itt vannak, csak még nem úgy néz ki, mint te először. De azoknak át kéne adni. Nem azért, mert útba vagy neki, mert neki is már feladata van. Hát az emberiségnek már úgy kellett volna eltávozni, mint az előző civilizációknak. Hogy Lemúriának, mondok, a többinek is elment. És jöhetett a kataklizma, de érdekes módon el tudtak menni. Ezért lesz érdekes az egyik utunk, az a vulgár út, ahol lemegyünk a föld alatti városokba. Ami döbbenetes lesz az embereknek azért, hogy hogy tudtak akkor ott élni. 20 ezeren, 30 ezeren, 15 ezeren, 40 ezeren. És már el se tudja képzelni az a minden képességétől, minden intuitív érzésétől, meg gondolkodásra megfojtott faj, hogy hát az felszín alatt legalább akkora élet van, mint fölül, csak más minőségben. Ők tudják, hogy milyen állapotban a felszín. A felszínnek meg tudomásra sincs arról, hogy mi van lent. Nem érdekes? Ki van magasabb szinten? Ők tartanak kapcsolatot olyan civilizációkkal, kívül vannak. A felszíni meg nem lát semmit. Olyan, mint egy olyan szemüvegben lennél, amiben csak nézel, de nincs semmi. Mert körülbelül ennyi. Te látod a csillagokat, és abban is belenyugodt az emberiség, hogy már nincsen csillag, hanem higany színű naplemente. Úgyhogy pozitívan zárva. Valóban, folyamatosan bent tartják az emberiséget egy olyan állapotba, hogy folyamatosan valamilyen próbára teszik. Valóban. De ezt a próbát ne csak úgy kell értelmezni, hogy negatív, hogy mikor ébredsz te öntudatodra. És tegyél érte. Az első a saját környezeted, a saját életmódod. A második a nagyobb, a családodban. A harmadik a területben. Szándékosan nem országot mondtam már. Hangsúlyozottan megint mondom. Egységes Kárpát-medence szövetsége. Minden itt lévő, ma még országok, azoknak határai nélkül lévő népcsoportoknak az otthona, amit ki kell bővíteni, miután ősiségéből adódóan jelentősen bővíthető, de döntsék el ők, hogy szeretnék ide tartozni, és szerintem nem kérdés, hogy ide valók, hogy ide is tudjanak tartozni. És ez egy óriási példa lenne a bolygó többi területére, és akkor mindenki szépen hazamehet, ahonnan jött. Nem gyűlölni kell, de kell azoknak is látni, hogy uszítás volt, meg csillogtatás, de igazából a reménytelenség zsákutcájába ment. És ugyanazt tudom mondani, mint évekig mondtam a lemúlt években, hogy üdv a halálba indulóknak, találkozunk az Elíziumba, ott ugyanaz az út. Üdv a halálba induló, találkoztuk az Elíziumba. Nem az a feladat a senkinek, hogy valahol máshol romboljon, hanem az a feladat, hogy menjen haza, és tökéletesítse önmagát, ezáltal a környezete is magára talál. Ennél nagyobb üzenet ma van az emberiségnek? Nincs. A legnagyobb korszaka van. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm.